Egy láthatatlan gyilkos jár közöttünk. Ha nem irányítjuk a terjedését, sokkal rosszabb lesz. Ez egy világjárvány. Kihirdetem a nemzeti veszélyhelyzetet. A COVID-19 pár hét alatt megváltoztatta az életünket. Szerintem most már mindenki aggódik. Több tízezer ember meghalt, százezrek lettek betegek, és ez a szám egyre csak növekszik. És most a határokat is lezárták, az iskolák bezártak, a városokban kijárási tilalmat vezettek be, és a gazdaság is veszélyben van. A gazdaság teljesen rendben volt, de ez most nagy ütés mért rá. Már nem lehet elszigetelni. A vírus egyre terjed. Nem hiszem, hogy lesz vakcina a következő egy évben. Hogy jutottunk idáig? Elég sokat tudunk ezekről a vírusokról. Várható volt, hogy ilyesmi történik. De mikor és hogyan lesz vége a krízisnek? Fogalmunk sincs, hogy mivel állunk szembe. Mekkora a baj? Mennyire tudjuk majd irányítani? Lesznek más betegségek is a jövőben. Nem ez lesz az utolsó. A COVID-19 világjárvány. Amerika felbojdul, ahogy a sosem látott vírus, a COVID-19 terjed az országban. Washington állam mind az 54 kerületében veszélyhelyzetet hirdettünk. Az ország döbbenten áll a gyorsan terjedő betegség előtt. A vezetők minden erejükkel próbálják megállítani. Az élet megváltozott. 2 vagy 3 hét múlva elfogynak azok az eszközeink, amikre a kórházainknak szüksége van. Mintha megfulladnék a szárazföldön. Mindenkit arra kértünk, hogy maradjon otthon. A COVID-19 Seattle-ből terjedt el. Egy férfi hozta be az országba mindössze 2 hónappal ezelőtt. De ennek a járványnak a története a világ másik felén kezdődött, hetekkel korábban. December 19. Egy rejtélyes betegség üti fel a fejét Kínában, Wuhanban, ami 11 millió lakosával a legnagyobb város Hubei tartományban. Egy képet láttunk először a Twitteren, és azt írták, hogy számos szokatlan tüdőgyulladásos megbetegedés történt a városban. Néhány embernél súlyos légzési zavar jelentkezett, többen meghaltak. A helyi orvosok sejtették, hogy nagy baj van a városban. Amikor normális esetben 10 tüdőgyulladás van hetente, aztán hirtelen lesz 50, tudod, hogy baj van. A legfontosabb feladat megtalálni a kapcsolatot a megbetegedések között. 20-valahány betegről kiderült, hogy jártak a Wuhan piacon. Szóval ennek a járványnak biztos, hogy köze van ahhoz a halpiachoz. Egy új gyilkos szabadult el. Ez egy teljesen új kórokozó. Még soha nem láttunk ilyesmit. És az időzítés nem is lehetne rosszabb. Kínai új év van, az év legnagyobb ünnepe az országban. A turisták a világ minden tájáról érkeznek, és sokuk már most vagy hamarosan mit sem sejtve tovább viszik a borzasztó betegséget. A tudósok úgy hiszik, ez egy új SARS járvány lehet, mint az a sokszor végzetes légzőszervi fertőzés, ami ezreket betegített meg 2003-ban. Ha ez a járvány is olyan fertőző, akkor az egész világ veszélyben van. Ha egy vírus halálos is lehet, és erősen fertőző, akkor mindig számolni kell azzal, hogy milliónyi ember betegedhet meg. Eleinte a kínai hatóságok nem tettek sokat a járvány megfékezéséért, bár a frontvonalon dolgozó orvosok jelezték a veszélyt. Dr. Li Wenliang megpróbálta figyelmeztetni a kollégáit. Azt írta, hogy valami történt, és aggasztó a helyzet, figyeljenek, védekezzenek. De egy hónappal azután, hogy először észlelték a tüneteket, a járvány már erősen terjedt. 201 beteg és 3 haláleset volt.
A következő két napban a fertőzöttek száma meg háromszorozódik, és ötször annyi halott lesz. Őrület volt Kínában. Néhány héttel később Kína válasza egyszerű. Megtalálni minden esetet és izolálni, hogy a betegség ne terjedjen tovább. A kínai hatóság lezárta Wuhan városát. Az egész város karanténba került, sőt, a karantént kiterjesztették a környező városokra is. De a vírus tovább tombol Wuhanban. Az emberek sorban álltak a kórházakban a kezelésért. Betegek voltak a folyosókon, és arról is voltak hírek, hogy sokan az otthonukban haltak meg, mert nem jutottak el a kórházba. Már az elején nagyon ijesztő képet kaptunk a helyzetről. Wuhan ostrom alatt, harmadik nap. Kijöttem sétálni. Diana Adama, amerikai tanárnő, dokumentálta az életét Wuhanban a karantén idején. Minden be van zárva. Minden. Nincsenek nyitva a boltok. Nincs több jó kaja. Kísérteties volt a város, érezni lehetett a levegőben. Ez nem normális. Nem jártak az autók, még a város szélén sem. Teljesen üres lett. Ez tele volt. Vasárnap reggel. Szíven ütött. Mi történik? Mi ez az egész? Mi ez a vírus? Honnan jött? Bementem a kórházakba, és a külföldieket kerestem. Bocsánat. Amikor a kínai hatóságok lezárják a 11 milliós várost, úgy gondolják, hogy csak a tüneteket mutató, köhögő, lázas emberek terjesztik a vírust. Ez óriási tévedésnek bizonyul később. A legrosszabb verzió az, amikor olyan emberek is terjesztik a vírust, akiknek nincsenek tüneteik. Azt sem tudják, hogy betegek, nem tudják, hogy be kéne zárkózniuk, hogy segítséget kéne kérniük. Tovább érintkeznek a közösséggel, és terjesztik a vírust. Amikor más nagyvárosokban is történnek megbetegedések, mint például a 20 millió lakosú Pekingben, egyértelmű lesz, hogy Wuhan stratégiája elbukott. Január 19-ére végre azonosítják a vírust. Ez egy újfajta koronavírus. Ezt a családot a 60-as évek közepén azonosították először. A tünetei a szokványos megfázástól a veszélyes és végzetes légzőszervi megbetegedésekig terjednek. És ez a vírus Ázsiában megjelent Tájföldön, Szingapúrban, Hongkongban, Dél-Koreában és Japánban. Minden ország közel van Wuhanhoz. És a vírus hamarosan eléri Amerikát is. Január 19-én Washington államban egy 35 éves férfi aggasztó tüneteket tapasztalt magán, és elment a házi orvosához. Ő volt az első koronavírusos beteg az Amerikai Egyesült Államokban. 4 nappal korábban érkezett haza Wuhanból. Azt állította, hogy nem találkozott betegemberrel. Még mindig nem tudni, hogyan terjed a vírus, és Amerikát teljesen felkészületlenül éri az érkező katasztrófa. Fogalmunk sincs, hogy mivel állunk szemben, mekkora a baj, mennyire tudjuk majd irányítani. Yeah. 2020. januárjának végére egyre aggasztóbb hírek jöttek. Az új vírus, a koronavírus, ami egyedi a saját családjában, már 4 kontinensen elterjedt. Több mint 1500 új esetet diagnosztizáltak naponta. A tudósok megállás nélkül dolgoztak, hogy kiderítsék, mivel állunk szemben. Az Egészségügyi Világszervezet kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet.
Az új koronavírus járvány nemzetközi szinten veszélyezteti a lakosság egészségét. Hogy tud ilyen gyorsan terjedni? Egy óceánjárón megmutatja a járvány, hogy milyen veszélyes tud lenni egy sűrűn lakott helyen. Január közepén a Diamond Princess nevű hajó 2700 utassal és több ezer főnyi személyzettel elindul a japáni Yokohama kikötőből Hongkong felé. Az utasok között ott van az amerikai Rebecca és Kent Fraser, akik alig várták a 14 napos tengeri körutazást. Nagyon élveztük a kikötővárosokat. Rengeteg jó fejemberrel találkoztunk a hajón. Barátságok születtek. Jól éreztük magunkat. Egy másik utas, egy 80 éves férfi elhagyta a hajót Hongkongban 5 nappal az indulás után, mert megbetegedett. Kórházba kerül, és diagnosztizálják nála a vírust. De a hajó már visszatért a tengerre. A japán orvosok tanácsára a hajón 14 napra karantént rendelnek el. Kikötött a hajó, és kabinról kabinra járva mindenkinek megmérték a lázát. Két nappal később kiderült, hogy Rebecca elkapta a betegséget. Most tudtuk meg, hogy 41 embernek lett pozitív a koronavírus tesztje. És kiderült, hogy sajnos én is köztük vagyok. Rebeccát egy órán belül elviszik a hajóról, és elkülönítik egy japán kórházban. Hát ez szuper. Na mindegy. Igazából nagyon gáz. Egy hónap telik el, mire Rebeccát gyógyultnak nyilvánítják, és visszatérhet a férjéhez, Kenthez. Egyesült Államok, ugye? Mire vége a hajón a karanténnak, 7 ember meghal, és 700 embernek pozitív a vírus tesztje. Elkülönítés és karantén nélkül a tudósok szerint 3000 megbetegedés is lehetett volna. Nagyon ijesztő volt, ami a Diamond Princessen történt. Pánikhoz vezetett, és mindenhol címlapra került a hír. Kiderült, hogy a megfelelő körülmények között milyen gyorsan terjed a vírus. A kutatók tudják, hogy az új koronavírus egy olyan családhoz tartozik, amiben számos faj van. Van köztük megfázást okozó vírus, és ott van a halálos SARS is. A legtöbb ember találkozott már koronavírussal élete során, de ez egy új faj. A legyőzéséhez több információ kell. 2020. február 11-én a Pekingi Patológiai Intézetben egy csapatnyi kutatónak végre sikerült megtalálni a koronavírus DNS-ét. Kiderült, hogy ez a faj 80%-ban egyezik a SARS-szal, és ekkor kapta a COVID-19 nevet. Sokszor úgy mondják, hogy a vírus egy kis rossz hír fehérjébe csomagolva. A genetikai információ bejut a sejtbe, és ez a genetikai információ tartalmazza a vázlatot a többi vírus létrehozásához. Bár ez egy új vírus, nagyon hasonló az eredeti SARS vírushoz. A korábbi SARS járvány végzetes volt, több mint 800 ember halt meg 8 hónap alatt. De a COVID-19 alig 3 hónap alatt már 200 ezer embert megfertőzött, és több mint 8000 ember életet követelt. Így 20-szor halálosabb, mint a SARS. A tudósoknak be kellett ismerni, hogy ez a járvány sokkal rosszabb. Sürgősen ki kellett találniuk, hogy hogyan tudják hatékonyan diagnosztizálni és kezelni a COVID-19-et. A fertőzöttek 80%-ának enyhe tünetei voltak. Általában magas, 37,5 fok fölötti lázzal kezdődik. Más enyhébb tünetek a száraz köhögés és az izomfájdalom. De néhányan súlyos tüneteket is mutathatnak. A COVID-19 az alsó légutakban fertőzi meg a sejteket. A tüdőt támadja meg. Ez a fertőzés tüdőgyulladáshoz vezethet. És nehéz légzést okoz.
10-ből egy beteget lélegeztetőgépre kell tenni, hogy túlélje. A rossz egészségi állapotban lévők és az idősek a legveszélyeztetettebbek. Attól más ez a vírus, hogy sokkal több embernek van szüksége kórházi ellátásra, és főleg az idősebbek között magasabb a halálozási ráta. A kínai statisztikák szerint a betegek 65%-a 40 év feletti volt, és a 80 évnél idősebb betegek 15%-a meghalt Kínában. A halál oka a COVID-19-es megbetegedéseknél általában az akut légzőszervi distress szindróma, vagy a szervek összeomlása. A megelőzéshez elkerülhetetlen, hogy az emberek változtassanak a viselkedésükön. Kerülni kell a tömeget. Kerülni kell az olyan helyeket, ahol közel lehetünk sok más emberhez. Hozzáérünk felületekhez, és aztán hozzáérünk az arcunkhoz. Így fertőzzük meg magunkat a vírussal. Szóval nagyon sokat segít, ha minden tisztán tartunk. Az alkohol, a fertőtlenítő, de még a szappan is képes megölni a vírust. Alaposan kezet kell mosni. Ha magunkat védjük, azzal másokat is megvédünk. De a kutatások szerint a vírus 24 órán át életképes a kartonpapíron, a műanyagon, az acélon pedig 2-3 napig is megmarad. De a COVID-19 minden erőfeszítés ellenére gyorsabban terjed, mint hogy megállíthatnánk. A becslések szerint a vírusos megbetegedések száma 6-8 nap alatt megkétszereződik a közösségekben. Ahogy a vírus a világban egyre terjed, a verseny az oltóanyagért minden nappal egyre sürgetőbb, ahogy a gyógymód megtalálása is. Amikor megjelenik egy új vírus, mindig sok az ismeretlen tényező. És időbe telik, mire többet tudunk róla. A koronavírus tanulmányozása nagyon nehéz feladat, miközben egyre csak terjed. Eddig még nem találtak gyógymódot a vírusra. A beteg csak arra számíthat, hogy a szervezete képes legyőzni a támadást. És mint a legtöbb vírus, a COVID-19 félelmetes ellenség. A légzőszervet támadó vírusnak egy célja van, hogy az emberi sejteket gyárként használva, ezernyi vagy milliónyi másolatot csinálva eljussanak az új sejtekhez. Szóval a sejtek gyakran összeomlanak, ahogy a vírus milliószor sokszorosítja magát. Egy vírus mindig kihívás, mert általában a saját sejtjeinket használják arra, hogy sokszorosítsák magukat. És nem tudjuk támadni a vírust úgy, hogy ne támadjuk a saját sejtjeinket. Ez nem bakteriális fertőzés. Az antibiotikumok csak baktériumok ellen hatásosak. Nem hatnak a COVID-19-re. A tudósok közül vannak, akiket nem lep meg a helyzet súlyossága. A helyzet az, hogy sokat tudunk ezekről a vírusokról, tudunk a járványokról, de sosincs elegendő pénz a megállításokra. Számítani lehetett arra, hogy ez megtörténik. Míg a kormányok többsége lassan reagál a helyzetre, a nemzetközi tudományos közösségek nem. Január közepén, amikor egyre több eset volt Kínában, felhívtam Tom Friedrichet és pár kollégámat, és azt mondtam, elkezdjük tanulmányozni a COVID-19-et? Mondtam, hogy igen. Ha ő benne van, akkor én is. És én mondtam, hogy kezdjük azonnal, hogy összeszedjük a szakértőket. Így lett jó néhány csapat, akik megosztják a tudásukat, az ötleteiket, hogy hogyan tanulmányozzák a koronavírust. A kutatók világszinten együttműködtek és azonnal megosztották egymással az eredményeiket. Az új vírus ismeretlen terület volt, és emiatt gyorsan akartak cselekedni. A kínai orvosok és kutatók komoly erőfeszítéseket tettek, amikor rájöttek, hogy ez valami új. A kínai kutatók nem csak szekventálták a vírus genomot, de nyilvánosságra is hozták a kutatást. Így az amerikai és európai kutatók elkezdhettek teszteket fejleszteni a diagnózishoz, és elkezdhették tanulmányozni a vírust, hogy jobban értsék. És így valós időben megtalálható rengeteg csodás adat a COVID-19 vírus genomjáról az egész világból.
Az éjjel-nappal dolgozó kutatók jól haladnak, de a biztonságos és hatékony gyógyszerhez idő kell. Nem egyértelmű, hogy mikorra készülhet el a vakcina, hiszen az oltóanyag készítésének vannak bizonyos lépései. A laborban dolgozó emberek lehetséges oltóanyagokat készítenek, amiket aztán tesztelni kell. De hosszú út vezet a biztonságos tesztektől addig, amíg bemegyek az orvoshoz, és oltást kérek a COVID-19 ellen. Nem hiszem, hogy lesz vakcina a következő egy évben. Ez azt jelenti, hogy más módon kell megfékezni ezt a járványt. Mert egy darabig még nem lesz rá vakcina. Szóval elég valószínűtlen, hogy az történik majd, mint a Fertőzés című filmben. Lesz oltóanyag, de legalább egy évet kell rá várni. Most a fókusz az egészségügyön van, és a kórházak kapacitásán a súlyos betegek miatt. Lesz, akit lélegeztetőgépre kell majd tenni, vagy más komoly gépekre, hogy segítse a légzésüket, miközben próbálnak életben maradni. A szakértők azonban hamar rájönnek, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő források, mint például az alapvető életfenntartáshoz szükséges lélegeztetőgépek. Ha túl sok ember betegszik meg egyszerre, nem lesz elég ilyen gép. A COVID-19 halálozási rátája több mindentől függ, és földrajzilag is változik a helyzet. Függ attól, hogy demográfiailag kik fertőződnek meg, milyen az egészségügy kapacitása, hány tesztet végeznek, hogyan veszik észre. Szóval az a cél, hogy minél jobban lelassítsuk a járványt, hogy annak a terjedése ne terhelje túl az egészségügyet. De heteken belül pont ez történik Európában, és Olaszországban a legkritikusabb a helyzet. Tegnap egy olasz férfit, akinél már beigazolódott a koronavírus fertőzés, átvittünk az intézetünkbe a Csekkinyola kerület erre szolgáló katonai létesítményéből. Szerintem ez fontos figyelmeztetés arról, hogy olyan világban élünk, hogy ha valahol megjelenik egy vírus, az elterjedhet az egész világon. A COVID-19 az egész világon elterjedt. A valaha távolinak számító járvány egyre közelebb kerül hozzánk. Februárra egyre több COVID-19-es eset van Washington, Texas és Florida államokban. És a hírek Európából és a Közel-Keletről is azt mutatják, hogy a válság egyre súlyosabb. Észak-Olaszországban minden nap megduplázódik a megbetegedések száma. Március 8-ára 7375 megbetegedés és 366 halott van. A túlterhelt kórházaktól való félelem beigazolódik. Az orvosoknak kell dönteni, hogy ki élhet és ki hal meg, mert nincs elég lélegeztetőgép. Az iszonyatos számok miatt meg kell állítani a járványt. Észak-Olaszországot lezárják. Észak-Olaszországot lezárták. Teljes karantén alá került a terület. Ez az igazi távolságtartás. Le kell zárni a várost, és mindenkinek otthon kell maradni. Az olasz krízis után Iránból is érkeznek a hírek, ahol hasonlóan sok eset van. És rengetegen halnak meg. Az amerikai szakértők korábbi világjárványokat vizsgálnak meg a megoldás megtalálása érdekében. Az utolsó pandémia 2009-ben volt Amerikában. A sertésinfluenza márciusban tört ki Mexikóban, és egy hónapon belül elérte Amerikát. 60 millió amerikai fertőződött meg, 250 000-an kórházba kerültek, és 12 000 ember halt meg. A 2009-es járványnál is fertőzőbb volt ez a vírus, és nagyon gyorsan elterjedt az egész világon. De nem okozott súlyos szövődményeket annyi embernél.
Tehát bizonyos értelemben a COVID-19-ben együtt van az influenza fertőzősége a SARS súlyosságával. Mivel a COVID-19 könnyen terjed és ilyen veszélyes, hatalmas fenyegetést jelent. Még a közösségi közlekedés használata is kockázatos. Muszáj közlekedni, de szeretnénk valamiféle védelmet is, hogy ne lélegezzünk be mindent, ami az arcunk elé kerül. A közeli kapcsolatot 2 méterben határoztuk meg. Ha 2 méteren belül vagyunk valakivel, aki tüneteket mutat, megfertőződhetünk. Az egyetlen, ami megállíthatja a terjedést a világban, ha elkülönítjük a fertőzötteket. Ehhez elengedhetetlen követni a vírus útját. De vajon az Egyesült Államok fel van erre készülve? Washington államban komoly a baj. Egy idősek otthonában kitört a járvány a falak között, pedig senki sem volt külföldön. A vírus már a saját közösségeinkben is terjed. Egy idős otthon vagy kórház a legrosszabb hely, ahol lehetünk, ha kitör a járvány. Ezeknek az embereknek gyenge az immunrendszere. Ez egy új vírus, ami sokkal rosszabb betegségeket idézhet elő. A személyzet szeretne vírustesztet, de az nem kapható. Januártól kezdve a legtöbb vírustesztet az Egészségügyi Világszervezet támogatta, de az Amerikai Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központ saját vírustesztet akar kifejleszteni. Az volt a lényeg, hogy minél gyorsabban meglegyen, az apróbetűs résszel most nem kellett törődni. Régen, ha egy diagnosztikai tesztet fejlesztettünk, akkor hosszú hónapokon át kellett tesztelni. De az első amerikai tesztek nem működnek pontosan. Szóval nem meglepő, hogy az első, elsietett tesztek nem működtek 100%-os pontossággal. Ha megnézzük a Washington állami helyzetet, látható, hogy a most felbukkant vírus már hetek óta terjedt a közösségekben. Március 11-ére 118 000 COVID-19 megbetegedés volt 114 országban, és 4291 ember vesztette életét. Az Egészségügyi Világszervezet bejelenti, hogy világjárvány van. A vírus megállítása elbukott. Az Antarktiszon kívül minden kontinensen történtek megbetegedések. A vírus elterjedt. A kutatók követik a vírus útját, és megpróbálják megtalálni, hogy honnan ered. A 2003-as SARS járványnál a tudósok rájöttek, hogy a kiindulási város közelében található barlangokban lakó denevérek hordozták a koronavírus egy törzsét. Azt gondolták, hogy a vírus a piacon találkozhatott az emberekkel és mutálódott a SARS-szá. A koronavírusok családjában rengeteg különféle denevér koronavírus van, de csak néhány humán koronavírus. A koronavírus alapvetően denevérvírus, de meg tudja fertőzni az embereket is. A kínai tudósok összehasonlították a SARS eredeti eseteit és az új koronavírus járvány kitörését, és most már biztos, hogy egyértelmű a kapcsolat a kettő között. A járvány egy vadhúspiacról indult, ahol sokféle egzotikus állatot árultak. A wuhani piacon számtalan levágott egzotikus állatot árusítottak, köztük denevéreket is. Közöttük is konkrétan patkós denevéreket, amikről köztudott, hogy a koronavírus egy bizonyos törzsét hordozzák. Az eredeti koronavírus törzs nem okoz komoly betegségeket az állatokban, de amikor eléri az embereket, akkor az új környezetben pusztító járványt okozhat. Megszokott, hogy a vírusok terjednek fajok között. A világ fertőző betegségeinek fele állatról emberre terjed. Van egy 20. századi vírus, a majom immundeficiencia vírus, a SIV. Ezt a vírust az emberszabású majmok hordozták, és amikor átterjedt az emberre, az okozta, ahogy ma ismerjük, a HIV járványt Afrikában. Az Ebola is egy olyan vírus, amit a denevérek terjesztettek el. A vírusok kísértik az egyre növekvő emberi populációt.
Lehet, hogy ez az új koronavírus, a COVID-19 hozza el azt a pusztító pandémiát, amit a tudósok már rég megjósoltak. Minden járványt úgy kell kezelnünk, mintha ez lenne az. De lehet, hogy ez most tényleg az. Március elejére egyértelművé válik, hogy a nemzetközi erőfeszítések a halálos COVID-19 megállítására elbuktak. A vírus, ami egy kínai tartományból indult, néhány héttel később már 6 kontinensen jelen van. A megbetegedések diagnosztizálása elengedhetetlen a járvány kezeléséhez és végső soron a megállításához. De az Egyesült Államok tesztelési stratégiája messze elmarad más országok, például Dél-Korea vagy Szingapúr mögött. A diagnosztikai teszt a legkomolyabb fegyverünk a megelőzésben. Ki kell deríteni, hogy ki fertőződhetett meg, minden kapcsolatot nyomon kell követni, és mindenkit tesztelni kell nagyon gyorsan. Az Egyesült Államokban az elején értékes hetek vesznek el azzal, hogy nincs megfelelő teszt. Amikor a CDC végre jóváhagyja a megbízható tesztet, a Fehérház megpróbálja megnyugtatni az embereket. Mostantól kezdve bárki, akinek tesztre van szüksége, megkaphatja. Eljutottunk ide, van teszt. De nagy az igény, és nincs mindenhol megfelelő mennyiségű teszt. Március elején Amerikában volt a legkevesebb koronavírus tesztelés per fő a fejlett országok közül. Ez hatalmas hiba volt. Nem volt mentség az amerikai helyzetre. Ez kontraproduktív és nagyon veszélyes volt. Mivel kevés a tesztelésnek szigorúak a feltételei. Amikor nem lehet diagnosztizálni, nem tudod, hogy ki lesz beteg. Ez elég rossz hír. A helyzet bizonytalansága pánikot okoz. A gyárak és az üzletek az egész világon megérzik a járvány hatását. Munkások betegednek meg. A kormányok bezáratják az üzleteket és az éttermeket. Az amerikai és a világgazdaságnak súlyos következményekkel kell szembenéznie. Nem láttunk még ehhez foghatót a modern időkben. A COVID-19 több módon teszi próbára a világgazdaságot. A legtöbb rendszer sokfajta helyzetre fel volt készülve, de a COVID-19 nem tartozik ezek közé. A nemzetközi tőzsde gyorsan reagált. Március 12-én a Dow Jones ipari átlag a legnagyobb zuhanást produkálja a 87-es fekete hétfő óta. Ez önmagában egészségügyi válságot okozhat, attól függetlenül, hogy hány megbetegedés van. Látni fogjuk a hatását, és a gazdaságra és a társadalomra sokkal nagyobb hatással lesz, mint maga a vírus. A kínai ellátási láncokat lezárják. A turisztikai szektor is hamar megérzi a válságot, mivel sorra mondják le az utakat a kétségbe esett emberek. A légitársaságok törlik a járataikat, és az iparnak 50 milliárd dolláros segítségre van szüksége az amerikai kormánytól. A turisztikai szektor adja a világgazdaság 10%-át, de ez nem csak 10%. Minden utazásra költött dollár további 72 cent gazdasági mozgást generál. Nagyon komoly a hatása. A koronavírus hatását helyi szinten is megérzik az emberek. 48 óra alatt bezárnak a kollégiumok, a fesztiválokat és a konferenciákat pedig törlik. Az üzleteknek otthonról kell dolgozniuk. És mivel kerülni kell a tömegeket, a vásárlók is otthon maradnak. Egyre több üzlet megy csődbe, rengeteg lesz a munkanélküli, ami nagyon komoly világgazdasági válsághoz vezethet. Hogy megakadályozzák a gazdasági összeomlást, a Trump kormányzat gyors segélyt tervez küldeni minden háztartásba. Az ellátási lánccal kapcsolatos aggodalmak azonban azt jelentik, hogy a pénz nem lesz elegendő a szükséges eszközökre és gyógyszerekre a járvány túléléséhez.
Vírusfertőzés esetén a tüdő megsérül, és hajlamosabbak leszünk a bakteriális fertőzésekre, amiket másodlagos vagy szuperfertőzéseknek hívunk, amiket lehet antibiotikumokkal kezelni. De ha a megszakadt ellátási lánc miatt nincs gyógyszer, akkor a beteg valószínűleg meghal. Az amerikai gyógyszergyáraknak maximum 3-4 hónapnyi tartalékuk van, szóval már most várható a készlethiány. Az FDA szerint egy gyógyszer már most hiányzik. A bizonytalanság és a pánik korszaka köszöntött be a Földön. Nem tudni, hogy mikor lesz vége. És nem tudjuk, milyen lesz az élet utána. A kérdés az, hogy lesz-e hitelmoratórium? A főbérlők elengedik a bérleti díjakat? Mert akkor csak túl kell élnünk a helyzetet az otthonainkban anélkül, hogy tovább terjesztenénk a betegséget. És amikor vége van, és beindul a gazdaság, onnan folytathatjuk, ahol abba hagytuk. De senki sem tudja még, hogy mi vár ránk. ...2020 márciusának közepén már az egész világ szenved a COVID-19 hatásától. És a helyzet minden nappal egyre rosszabb. Nagy hiba lenne azt gondolni, hogy ami az országunkban, vagy a világ többi részén történik, az véget ér pár héten belül. Túl késő már megállítani ezt a vírust? Egy ideig eltart majd, amíg az emberek felfogják, hogy egy új vírus jelent meg, amire még nincs oltóanyagunk. Az eddigi erőfeszítések a járvány megfékezésére mind elbuktak. A hivatalos becslések szerint a legrosszabb esetben az amerikai populáció 70-80%-a fertőzött lesz. Az 1-2%-os halálozási rátával ez majdnem 6 millió amerikai halálát jelentheti. Hogyan állítsuk meg ezt a rémálmot? A hivatalos szervek szerint az a cél, hogy laposabb legyen a járványgörbe. Ahelyett, hogy gyorsan megnőne a fertőzések száma, húzzuk tovább ezt az időszakot. Ugyanannyi ember fog megbetegedni, de egy sokkal hosszabb idő alatt. Nagyon fontos, hogy a járványgörbe minél laposabb legyen. Amikor a járvány átlép egy ponton, a lassítás az egyetlen esély arra, hogy minden beteg megkapja, amire szüksége van. A kórházba került emberek közül jó néhánynak nagyon komoly intenzív ápolásra lesz szüksége. És nem lesz elég orvos és képzett ápoló, hogy segítsék ezeket az embereket. Szóval, ha ki tudjuk húzni hónapokig a járvány terjedését, akkor mindenki megkaphatja az esélyt az intenzív ápolásra és az életmentő gépekre. Kihirdetem a nemzeti veszélyhelyzetet. Ezek komoly szavak. Ezzel együtt engedélyezem a hozzáférést az 50 milliárd dolláros veszélyhelyzeti alaphoz. Mindenhol intézkedéseket vezetnek be az országban. Bezárnak az iskolák, elmaradnak a sportesemények. Néhány államban az éttermek és a bárok is bezárnak. A polgármester kérésére további utasításig zárva tartunk, mert fontos számunkra a közösség jól léte. Az egész országban drasztikusan megváltozott a mindennapi élet. Szabad társadalomban élünk. A kormány kérheti, hogy tartsunk távolságot, kérhetik, hogy ne vegyünk részt nagyobb eseményeken, de végeredményben ez mindig az egyéntől függ. Az oltóanyagot és a gyógymódot kutatják tovább, és 12-18 hónapon belül elérhető lesz. De addig milyen pusztítást végez majd a járvány? Biztos, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzet az Egyesült Államokban. Szerintem most már mindenki aggódik. Fel kell készülnünk arra, hogy sokan fognak megfertőződni. És rengetegen halnak majd meg a vírus következtében. Ez olyasmi, amiről egy vagy két évtized múlva is beszélni fogunk. Az orvosok és a kutatók mindent megtesznek, amit tudnak. És van némi remény. Gyógyszerek, amiket más halálos vírusokhoz fejlesztettek, lehet, hogy megoldást jelenthetnek a COVID-19 gyógyítására.
Elképzelhető, hogy más módon is felhasználhatjuk a remdesivirt, amit az Ebola vírusra fejlesztettek ki. Ez a gyógyszer ígéretesnek tűnik. Folynak a klinikai tesztek Kínában és Nebraska-ban is. Ha a vírus behatol a gazdasejtbe, újra és újra lemásolja magát. De ez a képessége lehet a kulcsa megállításához is. Az olyan gyógyszerek, mint a remdesivir, molekuláris szinten bontják meg a vírust, megállítva az RNS további termelődését, megtörve a másolási folyamatot. Láncreakciót indít el. A vírus nem tudja tovább másolni magát, és nem terjed el a szervezetben. Szóval, ha nem tudja az RNS-ét tovább másolni, akkor nem lesz több vírus, és elpusztul. Dr. Anthony Fauci, a Fehérház koronavírus munkacsoportjának vezetője szerint az ilyen gyógyszer kísérletek reményt adhatnak. Számos antivirális gyógyszerrel próbálkozunk, úgyhogy hamarosan megtudhatjuk, hogy működnek-e. És ha igen, akkor kidolgozhatjuk a megfelelő terápiát. Az amerikaiak, az emberek kitartóak és szívósak. Túljutunk ezen is. Eljött az idő, hogy áldozatot hozzunk. Együtt vagyunk ebben, és együtt fogjuk végigcsinálni. Ez a járvány semmihez sem hasonlítható. Az embereknek nem szabad elfelejteni, hogy milyen veszélyesek ezek a betegségek. Habár sosem látott erőfeszítéseket teszünk, még sok minden van, amit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy képesek leszünk-e irányítani a járványt. És most látjuk-e utoljára a COVID-19-et? Vagy megmarad, mint az influenza vírusok? És akkor nem is sejthetjük, hogy mi vár még ránk. What might happen.